jelenléve. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Kicsit amikor elindultunk, én gondolom mindenki bosszankodott az időjárás miatt, hogy esik az eső, meg ilyen hűvös idő van. Senkit nem fog megvigasztalni, de március 15-én is ilyen idő volt 1848-ban, és ugye ennek ellenére ti, önök eljöttek ide, Petőfék pedig elindultak ezen a szép szerdai napon. Március 15-éről szeretnék nektek röviden mesélni. Én azt gondolom, hogy lesznek olyan dolgok, amelyek a tankönyvön máshol szerepelnek, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy tisztelet a bátraknak, akik ezen a napon elindultak, és egy fontos dolgot ők nem tudtak, amit már tudunk, hogy nem fognak lőni, hiszen ezek forradalmak éve volt, ez az 1848, és bizony Európa szerte belelőnek a tömegbe. Pesten szerencsére, Pest-Budán ez nem fog előfordulni. Nagyon röviden csak bevezetésképpen, hogy honnan tudunk ennyi mindent erről a napról, onnan, hogy nagyon sokan leírták. Tehát nagyon sok napló létezik ezzel kapcsolatban, hogy mi minden történt március 15-én. A napló persze nem mindig felállnak meg egymásnak, de ez nem probléma. És még egy fontos dolog, hogy Katona Tamás történész, aki sajnos már meghalt, ő ennek a napnak a nagy kutatója, és az én előadásomat az ő kutatásaira építettem fel. A kezdő dián egy vers, és én véghallgatom a fiataloknak itt a próbáját, én nem fogom felolvasni, mert ők nagyon jól tudnak verset mondani, én nem. A verset Petőfi Sándor írta, és azért tartom fontosnak itt a legelején kiemelni, hogy már ők is tudták, hogy ez egy fontos nap. Tehát meg voltak győződve arról, hogy ennek a napnak később jelentősége lesz. Nagyon röviden az előzményekről, hiszen egy forradalom nem úgy kezdődik, hogy reggel felkelnek az emberek és unatkoznak, és akkor csináljuk valamit, robbantsunk ki forradalmat. Előzménye, gondolom erről már tanultatok, a reformkor Széchenyivel, Kossuthtal, a diétákkal, tehát a rendi országgyűlésekkel, és 1848-ban Palermóból indul el, Szicíliából indul el az a forradalmi hullám, amely bejárja egész Európát. Tehát szinte minden nagyvárosban forradalom van, a népnek elege lesz a Szentszövetségből, elege lesz az elnyomó hatalomból, és saját kezébe próbálja venni a sorsát. Három helyszínen zajlanak az események. Az az érdekesség, az egyik érdekesség a pest-budai forradalomnak, hogy az nem volt főváros. Se király nem volt ott, se országgyűlés nem volt ott, se kormány nem volt ott, hiszen ebben az időben Magyarország fővárosa az Pozsony, de szép várat lehet látni, a birodalom fővárosa az Bécs. Tehát a mi legényeink, Petőfék meg Pesten laktak, tehát ott kell forradalmat kirobbantani, ahol éppen vannak. Kossuth. Nagyon fontos a szerepe Kossuthnak, hiszen a Bécs forradalmához hozzájárul, az első forradalmához Kossuth ezzel a bizonyos beszédével, ahogy gyakorlatilag összefoglalja mindazokat a követeléseket, amelyeket az ellenzék felállított, és ez megjelenik majd természetesen a 12 pontban is. Felső tábla visszautasítja, március 13-án Bécsben is kirobban a forradalom, ennek hatása lesz majd a pesti forradalomra is, és ezért fogja majd a felső tábla végül elfogadni Kossuth javaslatait. És ami fontos, hogy Kossuth 1848. március 15-én hajókázik, méghozzá Pozsonyból Bécsbe. Tehát neki fogalma nincs arról, hogy mi történik Pest-Budán, nem volt még Facebook, nem volt még okostelefon, pár nap később tudja meg, hogy mi történik Pest-Budán. Nem megy egyedül Kossuth, hanem a diétának egy 100 tagú küldöttsége megy a királyhoz, 5. Ferdinándhoz, hogy aláírassa vele a törvényjavaslatokat. És március 19, tehát hogyha minden úgy alakul, hogy Petőfék tervezik, akkor nem 15-ét ünnepelnék, hanem 19-ét. Petőfék azon gondolkodtak, hogy valami alapot kéne választani a forradalom napjára, ahol sokan összegyűlnek Pest-Budára, hiszen ha kevesen vannak, akkor a hírek nem nagyon terjednek. Úgy döntöttek, hogy a józsefnapi vásár lesz majd Pesten, és akkor a józsefnapi vásáron kiállnak, asztalokat kiállítanak, székekre felállnak, és akkor lesz a forradalom. Mi tudjuk, hogy ez nem így történik, hanem 15-én lesz a forradalom, méghozzá a bécsi forradalom hatására. Minden forradalomnak van jelképe. 56-ban a Lukasz zászló, és még sorolhatnám. Tudjuk, hogy ennek a forradalomnak a jelképe a kokárda. Én nem akarok belemenni abba a vitába, hogy melyik kokárda helyes, hogy melyik kokárda az olasz, és melyik kokárda a magyar. Én olvastam már olyan véleményt, hogy ez a magyar kokárda, olyat is, hogy ez a magyar kokárda. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy. De hogy tudjuk azt, hogy az olaszok sincsenek ezzel tisztában, hogy melyik az ő kokárdájuk, itt kivetítettem a rómának a mezét, hogyha megnézzük, hát ugye az, mi azt mondjuk, hogy a miénk, ők azt mondják, hogy az övé. Ha megnézzük a György csapatának a kokárdáját, ugyanaz a kokárda van rajta, akkor valami nem stimmel. Még egyszer mondom, nem ez a lényeg, de hogy náluk is nagyon bonyolult a dolog, az olasz válogatott mez, azon meg a magyar színek vannak rajta. Mindegy, még egyszer mondom, nem az a fontos, hogy milyen színű a kokárda, az a fontos szerintem, hogy viseljük, hiszen emlékezünk ezekre a bátor emberekre. Egy térképet többet nem fogunk kivetíteni, csak hogy lássuk körülbelül, hogy milyen utat járnak be Petőfék. A személyes élményem az, hogy én tegnap jártam be ugyanezt az útvonalat,
hiszen mi a Jankari iskolások minden évben felmegyünk Budapestre, és végigjárjuk az útvonalat, indulunk egészen a Pilvax kávéházból, és át a várba és vissza, kicsikét csalunk, mert hajóhidat nem tudunk építeni, metróval megyünk át Budára. Nagyon fárasztó volt, tehát így is nagyon fárasztó volt, hogy metróztunk. Én nem tudom, hogy bírták ki, de a lelkesedés az kitartott nagyon sokáig. Na és akkor kezdjük azokat, amik nincsenek benne a tankönyvben, pontosabban nem úgy vannak benne a tankönyvben. Ugye úgy van a tankönyvben, hogy a Pilvax kávéházban gyülekeznek. A probléma az, hogy a Pilvaxot ekkor nem Pilvaxnak hívták, hanem Fillingernek hívták, úgyis végig a tulajdonosról kapja a nevét, és hogyha már Pilvax lenne, akkor pedig két ellel kéne írni, hiszen a tulajdonos így hívták, nem ez a lényeg. 9 órára volt megbeszélve a találkozó, és természetesen mindenki elkésett. Megbeszélték, hogy találkoznak, egy ember volt ott, mindjárt mesélek róla, ugye Mikszáth Kálmán így ír elő, hogy lassan szállingóztak a tegnapi héroszok, és Jókai, aki ott van, meg azt írja, hogy nem rebellis a magyar korán reggel. Hát korán volt, még aludtak egy picikét. És kik voltak ott? Hát ott volt Petőfi Sándor, róla sok mindent tudtok, sok mindent tudunk. A kép érdekessége, hogy ez egy kép, egy fénykép. Az első fénykép, az egyik első fénykép, amelyik Magyarországon készült, és egyik az, hogy Petőfi nem örült neki, ugyanis ezzel látszottak a ragyái. A festménye nem látszódik, mert azt megbeszélte a festővel, hogy azt le kell szedni onnan, ezen látszottak, nem örült neki, még ezt Egressének fotózta. Ki van még ott? Egri Alajos. Egri Alajos ott reggelizik a Pilvaxban, éppen a harmadik reggelét fogyasztja, nagyon éhes, és semmit nem tud semmiről, hiszen ő meg Pozsonyból jött Pest-Budára, és nem tudta, hogy itt forradalom lesz. Sükei Károly, és hogy milyen érdekes a történelem, Sükei Károlynak nem találtam sehol arcképét. Csak is kizárólag a sírját találtam meg, mint fényképet. Sükei Károly ott van, ő nem késett el, és elhatározza, hogy hát megbeszéltük, hogy forradalmat, indítsuk el a forradalmat. Kimegy a Pilvax elé a utcára, és elkezdi felolvasni a 12 pontot. Egy probléma van, Sükei, hogyha nagyon izgul, akkor dadog. És elkezdte dadogva olvasni ezt a 12 pontot, a tömeg kezdett köré összegyűlni. Azon gondolkozott a tömeg, hogy orvoshoz vigyék, vagy rendőrhöz vigyék, mert valami baj van ezzel az emberrel. Egy titkos rendőr ott volt, de nem engedte a tömeg, hogy Sükeit elvigyék. Petőfék megérkeznek, és visszarángatják a Pilvaxba. Vasvári Pál, aki legendás volt a hogy is fogalmazzak, szóval nagyon sok nő szerelmes volt belé, és ő is nagyon sok nőbe szerelmes volt. Ő például ezért késett el ezen a napon. Annyit tudjatok róla, hogy ő történettanár volt, tehát tanított, és egy évvel később a románok elleni harcban fog elesni majd Erdélyben. Bujovszki Gyula, aki szerelmes volt egy színésznőbe, ez nem meglepő, mert lesz majd még valaki, aki szerelmes lesz egy színésznőbe, ő nem más, mint Jókai Mór. A nevét azért írtam ilyen furcsán, ugyanis egészen 48-ig Jókai Y-nal írja a nevét. 48 után, hiszen ugye tudjuk, hogy az Y a nemességre utal, változtat a nevén, és I-vel, ugye úgy szokjuk már meg a nevét. Én egy emberről, sokan voltak, akik így csinálták, Görge is így csinálta, tehát Görge is 48-ig Y-nal írta, utána viszont I-vel írja a nevét. Irányi Dániel, Vidács János, és három ember a március ifjak közül, akiről semmit nem tudunk, csak a nevüket tudjuk, Sebő Antal joghallgató, Hamar Dániel orvostanhallgató, és Gál Ernő egyesületi titkár, és semmi más nem tudunk róluk. Petőfiről mennyi mindent tudunk, három bátor emberről meg szinte semmi. És hát végül aztán nagy nehezen összeülnek a Pilvaxban, és akkor elhatározzák, hogy hát tömeget kéne összegyűjteni, mert még segülik az, hogy 80 csináljunk forradalmat, menjünk az egyetemekre. Egy nagyon fontos dolog, hogy nem volt előre leírva a menetrend. Tehát nem képzeljétek el, hogy ők ezt megcsinálták, hogy 10-kor várnak minket az orvosi egyetemen, aztán be vagyunk jelentkezve a Landererhez, majd el kell menni délután a Nemzeti Múzeumhoz. Átfog jellegű, ami jön, oda kell mennünk. Így nézett ki 1848-ban a Pilvax kávéház, és így néz ki ma. Létezik egy Pilvax kávézó Budapesten, itt lehet látni, de ez a Pilvax nem az a Pilvax, úgy értem, hogy nem ott van. Budapestnek a belvárosa egy nagyon nagy rendezésen esett keresztül, és ennek sajnos a Pilvax, az igazi Pilvax is áldozatul esett. Ez most egy Irish pub, tehát nem nagyon hasonló szabadságcsarnokához, bár bent van egy vitrin, amiben megemlékeznek a hősökről. És innen mennek az egyetemekre, a közel lévő egyetemekre, Pest nem volt ekkor még akkora, mint ma, az orvosi, a műszaki és a bölcsészkarra fognak elmenni. Hát egy rajz, hogy is történhetett, hogyan is történhetett. Úgy képzeljétek el, hogy Petőfék benyomulnak a egyetemi termekbe, azokban az egyetemi termekben, amik abszolút alkalmatlanak voltak arra, hogy az egyetemi oktatás folyik. Tehát a diákok nagyon örülnek, hogy végre lehet kimenni, és nem kell tovább hallgatni a professzorok előadását. És voltak olyan professzorok, akik azt mondták, hogy ifjak, menni kell, mert forradalom van. De voltak olyan professzorok, akik azt mondták, hogy kicsapatás jár annak, aki elmegy. Ez a tömeget nagyon nem érdekelte, főleg az ifjakat. Hát itt lehet látni egy elképzelt rajzon azt a professzort, aki azt mondja, hogy már pedig innen nem lehet elmenni. Széket visznek, Petőfi rááll, és elkezdi, ugye tudjuk, szavalni a nemzeti dalt,
és elmondják a 12 fontot. Itt lehet látni, tegnap itt jártunk, itt volt az Orvos Egyetemnek a helyszíne akkor 1848-ban, nagyon szép épület volt. És akkor valakinek a tömeg veszélybe jutott, hogy a gyerekek, hát nyomtatni kéne, menjünk fel Budára a cenzorhoz, azaz engedélyeztessük, hogy nyomtathassunk a nyomdában, és aztán menjünk nyomtatni. Azt mondom, hogy Petőfi, ez valóban így elhangzott, hogy cenzor többé nem ismerünk, menjünk egyenesen a nyomdába. Na jó, de melyik nyomdába? Hát menjünk a Landerer-be, miért? Mert azon legközelebb, nagyon közel van egyébként valóban ez a nyomda, és körülbelül 11:30-kor már 5000 fő van a nyomda előtt. Ez az 5000 fő, ugye ma Pesten laknak körülbelül 2 millió, kicsit kevesebben, mint 2 millió van. A korabeli Pesten, pontosabban Pest, Budán és Óbudán, de körülbelül 130 ezeren laknak. Tehát ahhoz képest ez már egy jelentős szám. Elmennek tehát a Landerer és Hekenász nyomdájába, és ez a Landerer, ez egy nagyon érdekes figurája a történelemnek, ugyanis egy titkos rendőr volt. Tehát ő pontosan tudta a jelentések alapján, hogy itt forradalom lesz, pontosan, hogy nyomtatni akarnak. És ezekkel a szavakkal fordul a nyomdászhoz, a Brucs úrhoz, hogy ide fiatal urak fognak jönni, másnap, ez 14-én mondja, és azt mondja nekik, hogy ha kevesen vannak, akkor tessék kidobni őket az utcára, szerencsére sokan vannak, ha sokan vannak, akkor meg kell csinálni, amit akarnak, csak okosan, Brucsú, csak okosan, mert azért itt a felvődött tömeg ki tudja, miben lesz majd képes. Itt lehet látni azt a nyomdagépet, amelyen végül a nyomtatás megtörténik. Itt is érdekes dolog, ugye nem az 5000 fő megy be a nyomdába, mert nem fértek volna be, hanem választanak egy bizottságot, aki bemegy. Azt mondják a nyomdászoknak, hogy legyenek szívesek kinyomtatni ezt a 12 pontot és nemzeti dalt, és azt mondják, hogy rendben van, de van egy probléma. Hát nincs rajta a pecsét. És kicsit elbizonytalanodnak Petőfébe, hogy most mi legyen, menjünk haza, hát valamit csak kéne csinálni. És állítólag, naplóban ez benne van, maga Landerer odasúgja az ifjaknak, hogy figyeljetek, hogyha erőszakot alkalmaztok, akkor nyomtatni fogunk. És a Vasvári ráteszi a kezét a sajtóra, a nyomdagépre, azt mondja, hogy az ifjúság nevében lefoglalom, hú, erőszak, tessék gyorsan nyomtatni, és nekiállnak nyomtatni a 12 pontot, mert az megvan kézírással, csak kiderül, hogy Petőfi meg otthon hagyta a nemzeti dalnak a kéziratos formáját, de hát ő tudja fejből, ezért elkezdi diktálni a nyomdászoknak, és itt van a szabad sajtó első két terméke, tehát azért nevezzük így, hiszen a cenzor engedélye nélkül nyomtatták ki. A 12 pontról, ha túlépem a fél órát, nyugodtan ki lehet kapcsolni a berendezés és alatt. A 12 pontról csak annyit, hogy eredetileg 13 volt. Ha ránézünk a lapra, észre lehet venni, hogy a 10-es pont az nagyon hosszú. Az két pontba szedték, ez a katonák, mi katonáinkat Magyarországon állomástoztassák, és az idegenek pedig külföldön. Ez két pont volt, csak aztán valakinek eszébe jutott, hogy itt a táncsosok ki kéne szabadítani, vegyük bele azt a pontot, de az nem jó, mert akkor 13 lesz, és tudjuk, hogy a 12-es szám az a tökéletességnek a száma, na akkor nyomjuk össze azt a pontot, így születik meg a 12 pont, és ami még érdekesség, elfelejtik a tárgyeseteket. Úgyhogy úgy kezdődik, hogy kívánjuk a sajtó szabadságát, felelős minisztériumot, évenkénti országgyűlés, de aztán úgy folytatják, hogy közös teherviselés, nemzeti őrselek. Fiatalok voltak, izgatottak voltak, nem foglalkoztak a nyelvtanul és a tárgyesettel. Nemzeti dal. Jó, hát írt Petőfi egy dal, naplóm, és akkor mi van? A naplóban azt írják, hogy e dal nélkül ez a forradalom ez nem lett volna ilyen. Ugyanis ezt a dalt lehetett mondani utána. Ez egy könnyen megtanulható dal, főleg a refrén. És amikor Petőfi ezt szavalta, a refrén pedig ordította a tömeg, és óriási buzdító erővel bírt. Nagyon érdekes, hogy ő nem úgy írta, hogy talpra, hanem azt írta, hogy rajta. Rajta magyar így kezdte, de egy barátja beleszólt, hogy hát figyelj meg, Sándorom, hát ahhoz, hogy mi elinduljunk, először talpra kéne állni. És Petőfi, aki nem szerette, és most idézek a naplóból, nem szerette, hogy beleugatnak a versébe, ezt kijavította. Azt mondta, hogy rendben van, akkor legyen talpra magyar. És németül. Hiszen egy dolgot ne felejtsünk, hogy Pest lakosságának fele az német volt. Tehát hiába nyomtatják ki magyarul a 12 pontot meg a nemzeti dalt, ők nem értik. Nem fogom elolvasni, de még aznap azonnal lefordították németre a nemzeti dalt és a 12 pontot is. És a korabeli és a mostani helyszín, hogy itt lehet látni ezeket a félköri éveket, ezek ma is megvannak. Jókai áll az ablakban és osztogatja a 12 pontot és a nemzeti dalt, aztán felfigyel egy problémára. A probléma az, hogy az emberek esernyővel állnak, hiszen mondtam, hogy esős idő volt, és attól félt, hogy amikor dobálja a 12 pontot, az emberek lehajolnak, és akkor kiszúrják egymás szemét. És akkor azt mondja Jókai, hogy emberek, hát nem sokára golyó fognak záporozni ránk, hát félünk mi az esőtől? Nem félünk. Akkor csukjuk össze az ernyőket, mindenki összecsukja, és áznak tovább. Hát itt is egy rajz, itt is lehet látni ezt a félkörívet, ami ma is megvan. Itt jártunk tegnap, és itt lehet ott az emléktábla. Ezután nagyon furcsa dolog történik. A forradalmak történetében ilyen még nem volt. Azt mondják Petőfi, hogy ugye úgy van a tankönyvnek, hogy délután 3 órára nagygyűlést hirdettek meg a Nemzeti Múzeum előtt. Na de miért? Hát mert ebédidő van.
Mindenki éhes lett, kicsikét hazamegyünk, lepihenünk, de mindenki délután 3 órára gyűjjék össze a Nemzeti Múzeum előtt, hiszen nagy gyűlést tartunk. Ugye veszélyes volt a dolog, mivel nem mennek el. Azt mondják, hogy jó tettünk, jót ittunk, kicsit aludjunk és elfelejtik. Szerencsék van Petőféknek, mert ott lesznek az emberek. Meséltem itt a hadsereg, hogy nem lő. Azért sem lő, bár riadóztatják a hadsereget, és közel van a Landerer nyomdájához a hadsereg, de azt mondja a helytartó tanács, hogy ildomos és előrelátó vigyázattal kell intézkedni. Ez egyik szerencsék Petőféknek. A másik meg az, hogy Pesten olasz katonákat állomásoztatnak. És attól félnek, hogy az olaszokat kirendelik a magyarok ellen, az olaszok nem a magyarok ellen fognak harcolni, hanem beállnak a magyarok mellé. Petőfék nem ebédelni mennek, hanem elmennek a közeli Nemzeti Színházba, és megkeresik Bajza Józsefet, akit igazgató, és mintegy megrendelik tőle a bánt. Ugye lehet látni a plakáton, hogy a közönség kívánatára, nem ez lett volna eredetileg a esti műsor, de hát az ifjak ezt akarják, két dolog miatt. Az egyik, hogy van benne egy ilyen magyar-német ellentét, ami tetszik az ifjaknak, és valami még tetszik az ifjaknak, a színésznők. Nagyon sok színésznő, szép színésznő szerepel ebben a darabban, és milyen jól nevelünk este találkozni, hát akkor legyen a Nemzeti Múzeum, vagy a Nemzeti Színházban a Bánkbán. Majd átmennek Petőfék a közellévő Nemzeti Múzeumhoz, ahol találkoznak Kubinyi igazgató úrral, aki elég furcsa dolgot csinál, teheneket rúgdos ki a múzeum kertjéből, hiszen ekkor még nem volt meg a múzeumnak körbe a kerítése, csak elől. És mellette volt egy piac, egy állatvásár, és ezek a tehenek bizony bementek a múzeum kertbe, és ott elég illetlen dolgokat csinálnak. A Petőfék segítenek őket kirúgdosni, megkérdezik, hogy lehet-e egy délután nagy gyűlés, természetesen lehet. És ami nagyon fontos, hogy a 12 pont és a Nemzeti Dal egy-egy példányát odaadják az igazgatónak. Amivel kezdtem az előadásomat, hogy Petőfék is tudták, hogy ez egy fontos nap, és az a két dokumentum, az kor dokumentum. Tehenek elmennek, a tömeg jön, 3 órára 10 000 ember fog összegyűlni. Ez egy óriási szám a korabeli Pestre. Ugye, ha ma a 2 milliós Budapesten 10 000 ember összegyűl, az már jelentős dolog. A korabeli Budapesten ez pedig még jelentősebb volt. Itt vannak a rajzok a korabeli tömeggyűlésről, Nemzeti Dal, meg kicsit később, 12 pont szónoklatok. Én mindig egy dolgon gondolkodom, hogy ugyanhogyan hallotta a tömeg a beszédeket. Nézzétek meg, tehát itt beszél valaki, a tömeg meg itt áll. A tömeg sosincs csöndben, az morajlik, az beszélget, hazamegy, bejön. El nem tudom képzelni, hogyan hallották, lehet, hogy továbbadták, és csak kérdés, hogy miért a végére a szövegben. Felálltak oda, elég magasan van, én nem valószínűleg volt éli. Így néz ki ma a Nemzeti Múzeum, ugye itt lehet látni, itt álltak a szónokok, és van itt két tábla a Nemzeti Múzeumnál. A tábla szerint Petőfi Sándor elszavalta itt a Nemzeti Dalt, egy dolgot kéne oda tenni, hogy nem. Ugyanis a leírások szerint Petőfi Sándor nem szavalta el, pontosabban ahogy írják a naplóban, nem üvöltött el a Nemzeti Dalt. Valamiért ez belekerült a köztudatba, nem baj. Itt lehet látni egy nagyon szép rajzon, hogy Petőfi nem szavalja el a Nemzeti Dalt. A másik oldalon is van egy tábla, az pedig arról szól, hogy Vasfári Pál itt mondott beszédet, innen is egy szó hiányzik, hogy nem, mert itt nem mondott beszédet, megint mondom, hogy nem probléma, így maradt meg nekünk a köztudatban. A tömeg ezután azon gondolkodik, a vezérei Petőfi, hogy hogyan kéne törvényesíteni a forradalmat, azaz kéne keresni valakit, aki ezt alá tudja írni. Hát Pesten hol lehet találni? Hát a Városházán, hiszen ott van a polgármester, nosza megyünk a Városházára. A tömeg kezd radikalizálódni, egyre keményebb hangok hangzanak a tömegben, és ezért szerencs, hogy Nyári Pál és Klauzál Gábor csatlakozik a tömeghez, ők a Vármegye házáról jönnek ki, és kicsit lecsendesítik a tömeget, hogy nem kell lőni, nem kell fegyver, beszéljük meg a dolgokat. Elmennek a Pesti Városházára, ahhoz a Pesti Városházára, amely ma már nem létezik, nincsen meg, ugye meséltem Pest átrendezéséről, nagyon szép jellegzetes óratornya volt. Itt még 1865-ben a fényképen lehet látni, itt van hátul, a belvárosi templom mögötti utcán lehetett megtalálni, ma már nincs ott. Beszédek hangzanak el, 12 pont Nemzeti Dal, székeket hoznak, felállnak rá, aláírja a polgármester természetesen 12 pontot, nem azért, mert megijedt, mert azért kicsit szimpatizált ezekkel a követelésekkel. Választmányt választanak, benne van természetesen Petőfi, Vasvári, Irányi, és azzal bízák meg őket, hogy menjenek a helytartó tanácshoz, ehhez ugye át kell menni Pestről Budára, a helytartó tanács a Bécsi udvart képviseli, ez nagyon fontos, és vele is írassák alá ezt a bizonyos 12 pontot. Rottenmiller Vinkótot lehet látni, ő a polgármester, és ott a színésznő videó ott vannak, most is itt van egy színésznő, aki pedig egy szűzmániás zászlóval megy majd a tömegnek az elején. És hát fegyverbe, fel kell menni Budára,
két dolog miatt, először is fegyvert kell szerezni, szerencsére fegyverek nem kerülnek elő. A másik pedig, hogy van ott egy fogoly, a táncs is, és hát mi belevettük a 12 pontba a politikai státusz, hogy ők szabadon bocsátassanak című pontot, nosza menjünk át és szabadítsuk ki Táncsisot. Itt van egy elképzelt rajz, egy Petőfi és az bizonyos Szűzmária zászló. Mennek át Budára, csak az a kérdés, hogy hogyan, hiszen ebben az időben ugye nem volt még a Lánchíd, ennél már jobb állapotban volt, itt lehet látni, hogy 30-as évek, 40-es évek készülhetett az elején. A Lánchídon egy évvel később a szabadságra azon át lehet menni, mert a hadsereg tudja használni, de a tömeg még nem. Hajóhídon mennek át. Veszélyes a dolog, hiszen 10-15 ezer ember egyszerre megy át a hajóhídon. Az a veszély fenyeget, hogy az bizony bele fog süllyedni majd Dunába. Szerencsére a magyarok istene nem így döntött, és a hajóhídon senkinek semmi problémája nem lesz. És elmennek a helytartó tanácshoz, este 17:30 körül ér vissza a tömeg, és hát bizony a helytartó tanács, hogy Petőfi írja, megijedt, és aláírja majd itt a 12 pontot. Itt voltunk tegnap, gyönyörű épület egyébként fent Budán. És ahogy Petőfi naplójából, ezek a jól ismert sorok, hogy a nagybíróságú helytartó tanács sápat vala és Reszketi méltóztatott, és mindenbe beleegyezett azonnal, Zicsi Ferencnek hívták egyébként a helytartó tanács vezetőjét ebben az időben. Itt meg egy elképzelt rajt, hogy ez hogyan is történhetett. És a helytartó tanács beleegyezett abba, hogy rendben van, Táncsics Mihályt szabadon lehet bocsánatani, egy feltétellel, annak a bizonyos nyári pálnak a is fogalmazott. Tehát nyári párt megbízták azzal, hogy vigyázzon Táncsicsra. Táncsicsra nem kell vigyázni, de majd kicsit később. És innen mennek át Táncsics, pontosabban Stáncsics börtönéhez. Sok mindent olvastam arról, hogy miért változtatta meg a nevét. Az egyik az volt, hogy a gyerekei nem tudták kiejteni a nevét. Stáncsics, akkor legyen Táncsics. Táncsics ebben a börtönben raboskodott. Itt van az emléktáblája. Ő úrifogoly volt, tehát neki az ablaka kifele nézett az utcára, hogy be volt deszkázva az ablaka, kilátott. És azt írja Táncsics, hogy ő délelőtt már észrevette, hogy kezd gyülekezni a tömeg az épület előtt, hogy oda ment egy piarista pap, hatalmas kokárdával a mellkasán, és egy kicsi fiúnak magyarázott valamit. Táncsics nem értette. Azt vette észre, hogy bejön a börtön igazgatója, és így tördeli a kezét, hogy hát ugye Táncsics úr milyen jól bánta még magával, meg ugye Táncsics úr mindig kiengedtem önt sétálni, meg ugye Táncsics úr mindenféle könyveket hozhatta magának, le hogy hozott neki, csak hát attól félt a börtön igazgató, hogy bizony ott keményen elveri, hogyha Táncsicssal ő, a kiderül, hogy Táncsicssal rosszul bánt. Igen, ő Táncsics Mihály, ő meg egy román fogoly, őt ott felejtik. Ugyanazért ül, mint Táncsics, sajtóvédség miatt, elfelejtették őt kihozni, és pár hét múlva visszamennek Petőfi, hogy elnézést kérünk, hát akkor magát is kihoznánk innen. Román ember volt, de nagyon sokat tett a román-magyar megbékélésért. Ez egy nagyon szép rajz, de abszolút nem így történik. Tehát ne úgy képzeljétek, hogy Táncsics börtönbe verve egy sötét cellában a földön egy tányér, vagy egy WC, nem tudom mi lehet az, de nem így van. Nem volt kellemes dolog, de nem így történik a dolog. Itt pedig Táncsicsnak a felesége, aki megérkezik ide. Az épület maga azért érdekes, mert ha jól tudom, fél évvel ezelőtt került át magyar tulajdonba, az amerikai nagykövetséget őrző tengerész gyalogosoknak volt a pihenőháza, és maga Kossuth Lajos is itt raboskodott korábban, és nekünk volt szerencsénk egy 6 évvel ezelőtt bejutni az épületbe, tehát valahogy így néz ki belülről ez az épület, nagyon bízom benne, hogy pár év múlva megnyílik a látogatók előtt, és be lehet menni, meg lehet nézni. Egy gyönyörű kilátás nyílik innen a parlamentre és a Dunára. A kép igaz, kifogják a lovakat a hintó elől, és viszik át Táncsicsot Budára, pontosan a Pestre, hiszen meg van hirdetve, hogy a Nemzeti Színházban ő lesz a díszvendég. A tömeg gyülekezik a Nemzeti Színházban, várja Táncsicsot, akinek meg elege van az egészből. Átér a tömeg a kocsival átér Pestre, akkor megáll a náló fogadónak a igazgatója a kocsi előtt, megállítja, és azt mondja Táncsicsnak, hogy uram, jöjjön be ide, megkapja a legszebb szobát, amit eszik, iszik, ingyen van, vendégül látom. Táncsics fogja magát, felmegy a szobába, keresztül összik az ágyon és elalszik, úgy, ahogy van. Nagyon jó PR menedzser volt ez az ember, hiszen gondoljátok be, hogy innentől kezdve mindenki oda akar menni. Ott fog enni, ott fog inni, ott fog aludni, és a többi, tehát nagyon jó bevétel volt. Táncsics alszik, a tömeg pedig a Nemzeti Színháznál várja Táncsicsot, aki nem fog megérkezni, és kitalálják, hogy csináljunk egy áll Táncsicsot. Tehát az egyik színészt maszkírozzuk be, tojásra kenjük be az arcát, és akkor messzire a színpadon állítsuk, hogy lám ott van a Táncsics. Szóval azt mondjuk, hogy a forradalom nem hazudik, nincsen Táncsics. Itt lehet látni egy fényképen, építették az Asztóriánál az aluljárót, akkor
bontották el ezt az épületet. Hát ma így néz ki, ez nem a színház, itt van egy emléktábla, ami őrzi a Nemzeti Színháznak a helyét. És hát akkor 12 pont nemzeti dal, a himnusz, a Marseillaise, a Szóza, a Hunyadi Lászlóból adnak elő a színészek jeleneteket. Ugye itt lehet látni, hogy a közönség kívánt, hogy ezen lehet látni, hogy ez egy szép szerdai nap volt, ez a március 15-e. Hát és a szerelmek. Jókai Mor és Laborfalvi Róza. Jókai iszonyatosan szerelmes ebbe az asszonyba, viszont is szereti az asszony, és képzeljétek el, hogy Petőfi innentől kezdve nem beszél Jókaival. Ugyanis nem azért, mert szerelmes volt a színésznőben, neki már felesége volt, Petőfi persze szerelmes volt, először színésznő volt. A Petőfi szemében színésznőt szeretni az elképzelhetetlen. A nő idősebb volt, mint Jókai, botrány, és gyereke volt már. Über botrány. Azt mondja Petőfi, hogy nem, és innentől kezdve nem beszélnek egymással, a barátok. Tudjuk, hogy Petőfinek nem sok adatik meg, hiszen ő egy év múlva a segesvári csatán lesz életét. Tehát nem csak ő lesz szerelmes, hanem Gulyovszki is szerelmes lesz. Ők novemberben házasodnak, és mind a két házasság jó lesz, ezt tegyük hozzá. Tehát mind a Jókai, mind a Gulyovszki igazi házasság, igazi szerelem lesz. És ma így néz ki. Egyetlen egy emléktábla őrzi annak az emlékét, hogy itt valamikor nemzetnek színháza volt. Nem itt ér véget a nap, bár nagyon elfáradhattak, én meséltem nektek. A rendre ügyelő választmány egészen 10:30-ig tanácskozik a Pesti Városházán, mi legyen a cenzúrával, mi legyen a sajtószabadsága, és ők ekkor mennek haza. És Petőfi naplójában az a nagyszerű és dicső. Tehát én azért belegondoltam abba, hogy mennyire felkavaró lehetett ez a nap, hogy megcsinálták, amit akartak, senkinek nem kellett meghalnia, és valamit elértek ezek az írók, hiszen ők elnézést, egyszerű írók voltak, egyszerű újságírók voltak, de forradalmat tudtak csinálni Pest-Budán. Nagyon röviden, mi történt Békés Csabán, hiszen hát városunk létezett ekkor is. Március 17-én olvassák, hálajos olvassa a Pesti Divatlapban, hogy mi történt Pest-Budán. Március 19-én kokárdát is hoznak már Békés Csabára. Ez ekkor a városunk nem volt megyeszékhelye, ekkor Gyula volt Békésvár megyeszékhelye, a főbb események persze Gyulán történnek, közös vacsorát szerveznek, Ómasztas Zsigmondot éneklik, és nem tudják a nemzeti dalnak a dallamát, hogy azt hogyan kell szépen énekelni, ezért egy ilyen ideiglenes dallamot kreálnak, és megvárják majd az igazi dallamot, és Szinovszki Lajos lesz az első nemzetőr, az idősülő bácsi, aki egy puskával kiáll és őrzi a rendet itt a városunkban. A városunkban idén, mint minden évben, megemlékezés lesz március 15-én, mindenkit várnak és mindenkit hívnak a főtérre, ahol huszárokkal, hagyományőrző huszárokkal lehet találkozni, megnézni egy ágyút, egy Gábor Áronféle ágyút, egy haditábort, hogy hogyan is nézett ki, ami ezután következik, erről most nem fog beszélni, hiszen tudjuk, hogy ezután jönnek majd az áprilisi törvények, jön majd a dicső szabadságharc. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen!